Sziasztok, itt vagyok ismét, és most egy kis újdonsággal jelentkezem, ugyanis még Matilda Replay nem volt a csatornán, és nagyon megtetszett ez a tank, ugyanis olyan páncélja van, amilyen ritka, az őszintjén, úgyhogy vettem is egyet. Amit még el tudok próbálni mondani, hogy nagyon gyorsan újra tölt az ágyúja, és sebzése, átütése is tökéletes. A páncéljáról nem is beszélve. Hoztam itt egy replayt, ami jól tükrözi páncélját és tűzgyorsaságát is. Sok rosszat nem tudok elmondani erről a tankról, de ami az egyetlen rossz dolog, de mégis nagy gond vele, az a gyorsasága. Ugyanis ilyen lassan még tank nem ment, mint ez. Persze kárpótól érte a páncél, meg minden, de... Na jó, ennyit a tankról, térjünk vissza magához a csatához. Láthatjuk, hogy olyan 2 másodperc az újratöltési ideje. Nem egész 2 másodperc. Sebzése is viszonylag jó, nem is viszonylag, hanem tökéletes ahhoz a gyorsasághoz. Na. M2 médium. A célpont 38 HP-nás a lánctapját sikerült eltalálni, most bekattannom. Cruiser 4-et viszont szétszedtük, de sem én lőttem ki. Ugyan 30 másodperce érkeztem a frontvonalra, pontosabban olyan helyzetben, ahol már tudok lőni tankra, és rögtön összejött 272-es edzés. Na, menjünk tovább. Amit elmondhatok, és ez nagyon bosszantott is, hogy a sebzés egyre több lesz, viszont a kilőtt tankok száma nem akar gyarapodni. Persze ez a csata végére változni fog. Most még 5-5 az állás, azonban láthatjuk, hogy ez változni fog. Na, szóval, célpont Hetzer. Kettőt lőttem bele, és mindjárt 381 sebzésem van. T-28 tőlem jobbra. Nem nagyon foglalkozik vele senki, látszólag. Elsőre mellé lövök, másodjára 47 sebzés, harmadjára 42 sebzés, és 11 HP-ról kiszedik. Hát ez nagyon bosszantó dolog volt, de láthatjátok is, hogy eddig, amit tankot megsebeztem, azt nagyon alacsony egy lövésnyi HP-ról szedték ki előlem. Sőt, még amennyi HP benne volt, azt is le kellett volna, hogy vigyem az előző lövéssel. Következő célpont egy B1, ami saját szintjén egyetlen nem osztam, mégsem tud sebezni, és szétisztettem. Így van meg az első killem, 673 sebzéssel. 10-10 az állás. Egy Valentine van a közelemben, és félek is kimenni elé, ez már valószínűleg tudna sebezni. Pontosabban át tudna ütni, mert hogy itt már ezt kell, hogy mondjam. Nagyjából ugyanúgy állunk. Valentine. Keresik a Valentine-t. Egész jó, 20-szal megyek, ez tökéletes. Erre keresem a tankot, azonban egy kicsit megtréfált. Nem erre találom, hanem itt. Su-85B hátamnál, Valentine előttem, de a Valentine-t választom. Átütés, sebzés nélkül. Második sebzés, harmadik sebzés. Negyedik és 47 HP-ról kiszedem. 940 sebzés, 240... Szóval 940 sebzés, 2 kill eddig. Közben a motoromról pattant egy lövedék, ezt érdemes figyelni. Mivel Su-85B előttem, azért csak a T-28
T-46 lehetett az, aki meglőtt. És itt a... Hát láthatjátok, hogy mennyi helyen sikerült eltalálnom. Meg még egyszer. Ő menekül, én megyek rá. Kellő magabiztossággal, mert tudom, hogy nehezen tud megsebezni, és még úgysem tudna valószínűleg kilőni, még két lövésből sem. Szétszedtem. 1200 a sebzés, 23 találattal, és 3 kill eddig. Igen, az 1200 sebzéshez, az a 3 kill, az nem igazán... Na mindegy. Szóval... egy tankjuk maradt, akiről most kapom az információt, hogy a G9-es szektorban van, és egy idióta. Köszönöm az információt. Hoppá, egy kis tácskod. Na, szóval... én csapatomban lévő másik tankot nem tudom pontosan, hogy mit csinál. J3 szektorban csücsül. Fogalmam sincs, hogy mire várhat. Közben továbbra is írják, hogy G9-es szektorban találom. Hát... Sietek, mondhatni sietek, 23-mal mentem. És ez nagyszerű ezzel a tankkal. Itt vagyok a G8 szektorban. De ő még sehol. Egészen eddig. Aki szemében rá sem néz. Elfordította a toalettet, ne is lássa, hogy lövöm. Vagy nem tudom, mi lehetett itt. Isten. Hát ő tényleg noob volt. Ezt mondhatom. Ez egy dolog, hogy fennakadt azon a kő dolgokon, de hogy nem talált meg, és itt voltam tőle egy fél méterre, azért tényleg sok. 1400 sebzés jött össze 28 találattal, és 4 kill. Mesterlövész, elitlövész, és kiváló lövész. Ha jól tudom, ha jól emlékszem, ezek jöttek össze. Közel 1000 TP-vel, bár nem igazán tudom, hogy egy 4-es tankkal 1450 sebzésre és 4 killre miért nem tudott tankászt adni, ugyanis én nagyon elbíztam magam, hogy ez bizony egy tankász lesz, mert szerintem nagyon jól sikerült. Na mindegy, lényeg nem kaptam csak ezeket a kitüntetéseket. Ennek ellenére nagyon tetszett. Jó az a Matilda, rettentő nagy páncéllal. Na, ez lett volna a kis visszajátszás, de mielőtt még elbúcsúznék, bejelentem, hogy ha van olyan replayetek, amiket, vagy amelyet szeretnétek, hogy kommentáljak, és szeretnétek azt látni a csatornámon, akkor küldjétek el nekem az alábbi e-mail címre. Addig is minden jót, szevasztok!